augusztus közepén ünnepelték 10. születésnapjukat a sóstózó komodói varánuszai. A kerek évfordulón kedvenc ételeik felszolgálásával köszöntötték a hüllőket a park munkatársai. Ennek a látogatók is szemtanúi lehettek, akik több nemrég született állatcsemetét is megtekinthettek. Nem volt ez azonban egész évben így, több hónapon keresztül nem tudták követni az állomány gyarapodását. A létesítmény ugyanis hónapokra bezárt a kapuit a járvány idején. Május elején nyitottak ki újra, de ekkor még védettségi igazolván kellett a belépéshez, ez meg is látszódott a vendégek számán. Jóval kevesebben jöttek, mint szoktak, és amennyien szerettek volna. Később ezt a korlátozást feloldották, ennek megfelelően a nyári hónapokban javult is a helyzet. A július-augusztus igazán remekül sikerült, többen voltak nálunk júliusban is, augusztusban is, mint tavaly, de nyilván nem annyival többen, amennyi hiányzott a tavaszi időszakból, úgyhogy nagyon reménykedünk egy szép őszben, mert van mit behozni. Ez a nyár nagy segítség volt, mert megalapozza a jövőnket, gyakorlatilag amit télire összerakhatunk, az elindult valamelyest a gyűjtögetés, az elég jó, de kell az egy jó őszi szezon, hogy nyugodtan legyünk jövő tavaszig. Idén eddig mintegy 350 ezer vendéget fogadtak. Csak hogy legyen mihez viszonyítani, 2019-ben 600 ezer látogatójuk volt egész évben, igaz, akkor még nem befolyásolta a járvány az érkezők számát. A tavaly évről ugyanez már nem mondható el, ez pedig meg is látszott az adatokon, 400 ezeren keresték fel a parkot éves szinten, azt remélik idén is összejön ez a szám. Az igazgató elmondása szerint, ha nem kell már bezárniuk a következő hónapokban, behozhatják a tavaszi lemaradást. A fejlesztésekkel mindeközben nem álltak le. Nagyon örültünk annak, hogy idén is azért átadhattunk újdonságot, ilyen volt az Indiaház, ami egy nagyszabású beruházás volt, de kisebb léptékű, de a vendégek számára nagyon kedves az új játszóterünk, amellett megépült a babaház, ami olyan szobákat is rejt, ahol az édesanyák el tudják a bébiket rendezni, tehát van pelenkázó, van szoptatószoba, ezek mind fontosak, és hát nagyon örülünk annak, hogy megnyitottuk a Madagaszkár ösvényt is, ami egy újszerű állatbemutató. Nagy erőkkel folyik a munka a Fókasó medencéjének szomszédságában. Itt épül a jégkorszak, melynek befejezése 2 év múlva várható. Ha elkészül, egy olyan különleges interaktív állatbemutatót láthatnak a vendégek, amely áttekinti a sarkvidék ma élő állatait, de 20 000 évet visszautazva az időben azt is megtudhatják, milyen állatok éltek a jégkorszak idején.